Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egyébként a stúdióban itt van Pál András is, aki ma szakérteni fog nekünk, és mindjárt bele is vágunk az adásba, de még előtte van egy elég szomorú kötelességem, és hát úgy érzem, hogy kötelességem. Mint ahogy a bevezető szignálunkban is hallható, azon kívül, hogy mi a Tilos Rádiónak vagyunk egy műsora, azon kívül azért ez szervesen kapcsolódik a Parallaxis Univerzumnak a többi műsorához, ami hát igazából ilyen podcast gyár, hogy úgy mondjam, mindenfélét csinálunk, és hát ha bár magában a Szokolébresztőben nem járt soha, bár többször is hallgatta, de más műsorainkban, például a Parallaxis Podcastban gyakran vezettem én is együtt műsort Ivanics Rieger Klaudiával, akiről most már csak múlt időben tudunk beszélgetni, hiszen életének 34. évében, vagyis 33 évesen, mondanám, hogy hosszú, de valójában brutálisan gyors lefolyású, de nagyon kemény betegség után elhunyt. Ő a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja volt, és hát tényleg egy megismételhetetlen jelenség. Amikor novemberben utoljára vezettünk együtt műsort, akkor úgy köszönt el, hogy hát még találkozunk, ami persze el is hittünk neki, és hát persze, ha jobban belegondoltunk volna, hogy ő valójában egyébként hitoktató is volt, ezért aztán persze akkor gondolhattam volna, hogy hát az ő esetében ez tulajdonképpen nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezen a világon találkozunk, de ő is optimista volt, és tényleg, hát ha volt valaki, aki elég erős lett volna ahhoz, hogy leküzdje ezeket a betegségeket, akkor az ő lett volna, de hát végül mégiscsak gyengébbnek bizonyult a végén. Az biztos, hogy elképesztő mennyiségű dolgot hagy hátra. Akit a gyerekek egyébként Dia néninek hívták, mert olyan pici gyerekekkel is foglalkozott, akik egyszerűen nem tudták kimondani azt, hogy Klau vagy Klaudia. Úgyhogy ráragadt ez is, hogy Dia néni. Tehát ez a Dia néni, aki nem csak a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek volt alapító tagja, hanem földrajztanár is volt, meg említettem, hogy hitoktató, és meg annyi minden más, például írt egy regényt, tehát elképesztő mindenfélét csinált, tehát őszintén szólva elképesztő mennyiségű nyomot hagy maga után, még így is, hogy ilyen rövid időt szabott ki számára a sors, és hát mi is örökre megőrizzük az emlékezetünkben. Óriási mennyiségű sztorit tudnék mesélni róla, ahhoz képest, hogy igazából csak egy éve ismertük meg őt, vagy én személy szerint, de például, hát hogy más ne mondjak, ő volt az az ember, aki megkövült dinoszaurusz ürülőket adott Farkas Bertalan kezébe, és megkérdezte, hogy dandártábornok úr szerint ez mi. Meg mindent, tehát, hogy szenzációs történetek. Sokasága. Ezt majd egyszer, amikor már jól feldolgoztuk a dolgot, ezt majd fel is elevenítjük egy Parallaxis podcastban. Most ugye még a gyásznak nem tartunk abban a fázisában, úgyhogy ez még várat magára. Annyit még elmondok közérdekű közleményként, ahogy a Bakonyi Csillagászati Egyesület oldalán olvashattuk, hogy utolsó útjára január 28-án szombaton 14 órakor tartandó gyászmise után 15 órakor kísérik az Urkúti temetőben. És a család az részvét nyilvánítás mellőzését kérte. Tehát Isten nyugosztalja Ivanics Rieger Klaudiát, aki, hát bízunk benne, hogy valami transzcendens módon még találkozunk, de hát az sajnos nem most lesz, még egy ideig. Isten nyugosztalja, és most a Tilos Rádió itt a Szokolébresztő műsorában egy percre most elhallgat, úgyhogy egy perc néma csönd fog következni Klaudia tiszteletére.
Köszönöm szépen, ez itt továbbra is a 90,3 MHz és a tilos.hu adásban vagyunk, és ez itt a Szokolébresztő című műsor, ugyanis hát a bolygók keringenek körül a csillagjai körül továbbra is, nem áll meg az univerzum működése, és hát természetesen Claudia maga is azt mondta volna, hogy jó, most már elég lesz, srácok, most már beszéltek valami érdekesről. Pontosan ebben fog segíteni Pál Andris, aki állandó szakértőnk. Jó reggelt kívánok! Na most azt mondtad, hogy jó reggelt kívánok, de ezt egyelőre csak én hallottam, most azonban bekapcsoltam a telefonod. Kívánsz még egyszer jó reggelt? Persze, jó reggelt kívánok! Nagyon jó. Telefont kapcsoltál be, vagy mikrofont? Nem, a telefont azt még nem kapcsoltam be. Ha ezt mondtam volna, azt hibásan mondtam. Ugyanis a zöld mikrofont akartam bekapcsolni, és úgy hallom, ez sikerült is. Na már most. Mostanában, amikor erre jársz, ami szerencsére elég gyakran előfordul, akkor többnyire icipici műholdakról szoktunk beszélgetni, csillagászati műholdakról. Na de amikor először jártál ebben a műsorban, ami még oda át volt a Mária utcás időben, amikor Miles-szal együtt vezettük még a műsort, akkor egyébként szerintem, amikor legelőször jártál nálunk, akkor éppen arról a TESS nevű műholdról volt szó, aminek a tisztességes neve az, hogy Transiting Exoplanet Survey Satellite, vagyis hogy a tranzitolót azt hogy mondják magyarul? Igen? Hát határozott talán, nem fedésinek fedési. Szokták mondani. Jó, oké, tehát fedési exobolygó kereső, vagyis felderítő műhold, ami egy böhöm nagy műhold azokhoz képest, amikkel azóta foglalkozol. Ugye az MIT itt a fővállalkozó, és ebben igencsak keményen részt vettél a kifejlesztésében. És képzeld el, hogy nyilván te aztán jobban tudsz, mint én, de hogy a lényeg az... Ez azért nem annyira biztos. Hát figyelj, az biztosan tudod, hogy már lassan 5 éve ment föl ez a szerkezet. Így ami igaz. Azt jelenti, hogy akkor beszéltünk róla utoljára. Most azóta ez fölfedezett, szerintem igen, vagy kb. Akkor. Tehát nagyságrendileg a TESZ-ről keveset beszéltünk azóta. Tehát akkoriban volt róla egy-két adás, még az újdonság erejével, úgyhogy tényleg én is megdöbbentem, és most egyébként azon kívül, hogy közeledik a kezdeti kerekéforduló, most az talán lehet, hogy téged is meglep, vagy hát mit tudom én, hogy amúgy ennek a műsornak, ennek a műholdnak az is a neve, hogy Explorer 95. Most az Explorer az az amerikai kutató műholdak sorozata, és ott az első amerikai műhold, ami majdnem pontosan 65 éve ment föl, ha jól számolom, 1958. január 31-én, az volt az Explorer 1, ugye az első amerikai cucc az űrben. Akit érdekel egyébként, hogy ez hogy volt, annak javasolom a mindenféle archívumainkból a 99. szokolébresztő meghallgatását, amiben Suminszky Nándor volt a vendégem, és óriási sztorikat mesélt arról, hogy hogyan voltak az első műholdak. Az adásnak az volt a címe amúgy, hogy verseny a műholdért. Na, szóval az meghallgatható az internet erejével. Szóval ebben a dicsőséges sorozatban, amit a legelső amerikai műhold indított meg, a 95. volt a TESS. És hát ugye még mindig tökéletesen működik, vagy hát majd mindjárt elmondod, hogy mennyire van ez így, de a lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy igen, mármint a NASA úgy csinál, mintha minden tökéletes lenne. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy éppen egy hete volt az nagyjából, hogy egy újabb, végül is médiába is bejutó bejelentést tettek az amerikai csillagászati szövetségnek, vagy társaságnak a 241. meetingén Seattle-ben, hogy már az Astrophysical Journal Letters-be elfogadták azt a közleményt, amiben egyébként a TESS-nek az adataivalban találtak egy újabb földméretű és valószínűleg tehát kőzetből álló lakható bolygót egy 100, nagyjából azt hiszem olyan 100 fényévnyire levő csillag körül. Van a 101 is, van. Számolja. De ráadásul ez egy olyan, hogy ez az első eset állítólag, amikor egy adott bolygórendszeren belül találtak kettő olyan bolygót is, ami földméretű és lakható zónán belül kering. Most ez a lakható zóna, ami nyilván szóba fog kerülni, hogy ez mi, ez meg hogy kell érteni. Egy biztos, hogy itt aztán érdekes, hogy ezek tök másmilyen naprendszerek, mint a miénk. Éppen azért, mert hogy ha jól tudom, a TESS az egy helyet az 27 napig figyel. Exactly. Ez igaz? Jó. Igen, okay. Igen. Tehát mivel, hogy ugye az a lényeg, hogy a fedési, majd ugye elmeséltem, hogy mi a lényeg, de az a lényeg, hogy mérési megszorításból következik, hogy igazából olyan bolygókat lehet felfedezni ezzel, amik baromi gyorsan megkerülik a csillagjukat. Ez például ez az új cuccika, ez konkrétan 16
Ja nem. Valami ilyesmi, tehát 11 néhány nap alatt kerüli meg a csillagját. Igen, ez nem, ez 28. Ez mondjuk érdekes. Tehát ez érdekes, hogy ez pont 28 nap alatt kerüli meg a csillagját, de hát ez mind semmi ahhoz képest, hogy itt a naprendszerben ugye a legrövidebb bolygó keringési idő a Merkur esetében az 88 nap. Szóval, ja, de a lényeg az, hogy itt ez a szerkezet, ez a TESS, aminek a kifejlesztésében hát így masszívan benne voltál annak idején, ugye szakmányban fedezi fel hát az exobolygókat, ami mostanában a legizgalmasabb kutatási terület. És akkor egyrészt arról kérdeznélek, és most szerintem nyugodtan tekinthetjük úgy, hogy 5 évvel ezelőtti adásokról már mindenki mindent elfelejtett, meg a leghardcore-abb szokolébresztő hallgatók is. Tehát egyrészt mi is. Igen, én igen. Biztos, hát de viccelj. Szóval a lényeg az, hogy légy szíves, mesélj valamit arról, hogy egyáltalán mi ez a TESS, mi a sztoria, te hogy és mivel kapcsolódtál bele, meg hogyan szuperál. Tehát most az van, hogy én most eddig beszéltem egy csomót, és akkor most hátradőlök, és tanulok valamit. Mármint, ha ez így neked oké. Persze, de azért, hogyha... Majd néha hümmögök okosan. Ne csak hümmögök, ja. Nem kérdez. Jó, persze. Az a legegyszerűbb, úgy sem bírom ki. Persze, világos. Mert akkor kevésbé merülünk el a technikai részletekben már megint, ahogy szoktunk. Senki nem mondta, hogy az baj volt, amikor izért. Nem. A szokorébresztő hallgatók fel vannak készülve arra, hogy valamikor lemegyünk ilyen bulvár izébe, hogy most éppen melyik blogger fog fölmenni a hold körüli pályára, hogy mi. Még fölmegy valaki a holdkülipel, valami blogger? Hát, most mindegy. Ne térjünk el. Máskor pedig ugye az van, hogy azt nézzük, hogy mit tudom én, milyen, nem tudom, hány, hogy kell összeberhelni egy integrált áramkört, ami fel. De, szóval igen, tehát itt látszik, hogy van ilyen fluktuáció ebben a műsorban. Nyugodtan lehetsz technikai is. Ha nagyon durva a szint, akkor majd azért kiadok valami hangot, hogy vagy bé. Igen. Na, hát ugye a TESS-nél ugye az honnan is lehet egy ilyeneket kezdeni? Te már az ókori görögöktől, vagy azért annyira nem? Hát legalább onnan, hogy tényleg, hogy exobolygászat. Tehát, hogy amikor pici gyerekek voltunk, akkor még ugye az volt, hogy azt lehetett mindenhol olvasni, hogy hát vagy vannak más csillagok körül, vagy nincsenek. Aztán kiderült, hogy vannak. Igen. Nagyjából úgy, úristen, az is lassan 30 éve volt, de hogy az elsőt felfedezték, mármint a ami nem a pulzárok. Igen, ami nem a pulzár, igen, az egy kicsit olyan is. Kicsit olyan érdekes sztori volt az is, hogy kimutatták a Föld napkörüli keringés idejének a felét, meg ilyesmi. Aha, tehát azért úgy voltak mindenféle ilyen vicces dolgok. De ettől függetlenül igen, az igaz, hogy az első, amiről tényleg kiderült, hogy bolygó, és tényleg nem a Föld keringés idejével megegyező, vagy annak a fele, vagy valami ilyesmi, egész számú többszöröse, az is ugye a pulzár körül volt. Na de az első olyan bolygó, ami a olyan csillag körül kering, ami majdnem már ugye egészen hasonlítható a naphoz, az 1995-ös. Ugye ez egy Nobel-díjat is adtak, tehát azért az egy eléggé jó dolog. Hát úgy, ha nem azt mondom, hogy 25-26 év késéssel, tehát úgy szépen úgy behozza a lemaradást a téma. Ugye ez egyrészt az jó. És akkor már azért ennél is, már a legelső felfedezésnél is kijött az érdekesség, hogy valójában azokat a bolygókat, amik ugye gyorsan kerülik meg a csillagot, az így vagy úgy, vagy amúgy, de azokat könnyű felfedezni. Uh-huh. Most gondoljunk bele, ugye ez a szokásos fordított megközelítés, hogy tegyük fel, hogy mondjuk ha nem is a Földet, mert a Föld az pici, meg ilyesmi, de mondjuk a Jupitert szeretnénk felfedezni, úgyhogy az egész kószerájra, ami itt van, tehát naprendszer, úgy kívülről nézünk rá, kívül és marha messziről. Ugye ez a Jupiternek a keringési ideje a nap körül azért olyan 12 év. Tehát azt jelenti, hogy nézzük így, mit tudom én, pár napig, vagy mit tudom, pár hétig, vagy pár hónapig, akkor úgy szinte semmit nem csinál. Ugye semmit nem csinál alatt azt lehet érteni, hogyha azt a legelső felfedezési módszert, amivel ezt ugye a Nobel-díjas cikket is, vagy a Nobel-díjas témát is lehozták, az 51 Pegasi B esetében, ugye ott is azt nézték, hogy nem a bolygót fedezték föl, hanem az, hogy a csillagnak a tömegközéppontja az előre-hátra lötyög. És úgyhát ennek a periódusa az megegyezik a bolygónak a periódusa. Most nyilván a Jupiter is ezt csinálja nappal, tehát ezzel semmi probléma nincs, viszont ennek a periódusa az 12 év. Tehát nézzük azt, hogy a csillag mennyire közeledik, távolodik, ez így változik-e, hát akkor azt mondjuk, hogyha azt mondnánk, hogy na, ezt most tuti biztosan ki akarnánk mutatni, és hú, aztán tényleg semmi kétség nem maradjon felőle, és így felrajzolnánk ilyen körülbelül ilyen színuszosan változó jelalakokat, meg ilyesmiket, amiről hú, hát ezt így
fázis szerint, vagy mi periódus szerint szépen föltekerjük, megnézzük, ránézzük, akkor azt mondjuk kéne mérni mondjuk 30 évig, és akkor el is hisszük. Uh-huh. Tehát ugye ez mindig így van. A fedési bolygók esetében is így van, tehát a legelső bolygók, amik fedést mutattak, és sikerült egyértelműen kimutatni, hogy igen, ez nagyon szuper, ez tényleg bolygó. Mondjuk ki, hogy a fedés az, amikor a bolygó bemegy a csillag elé. Így igaz. És így akkor igaz, igen. Azt veszi, nyilván nem látja meg az ember, mert magát a csillagot se lehet távcsővel de eljutunk felbontani. eljutunk idáig, persze. Ja, tehát pont az igen. Hogy gondoljuk megint, hogy a Jupiterre. A Jupiter az pont tized akkora, mint a nap, tehát hogyha elmegy a nap előtt, a Jupiter, akkor a fényességének az 1%-át leveszi. Uh-huh. Ugye ez nem kevés, de cserében nem is sok. Ez egy 1%-os fényességváltozás, hogy elég ideig nézzük, akkor azt azért úgy meg lehet figyelni, de persze minél gyakrabban következik be ilyen 1%-os fényességváltozás, annál könnyebb. Ugye annál könnyebb ezt felfedezni, tehát nyilván az első ilyen felfedezések is ilyen párnapos periódusokról szóltak. Uh-huh. És akkor kérdés, hogy mit jelent ez, hogy pár nap, mert hogyha egy csillag mellé oda teszel valamit, ami pár nap alatt kerül meg, hát ott bizony meleg van. Mármint azért nem kicsit, hanem így nagyon. Tehát így az egyensúlyi hőmérséklet, meg ilyesmi, amiket így nagyon egyszerű móriczka módszerekkel lehet becsülni, kiraksz egy követ a napsütésbe, és megnézed, mennyire melegszik fel. Ugye itt a legközelebbi analógia, ami erre jó, az pont a Föld meg a Hold. Mert ugye a Földnek meg a Holdnak az átlag hőmérséklete mint ugyanannyi, annak ellenére ugye a Hold az viszonylag kietlen és lakatlan. Hát ugye az egyik felén nagyon meleg van, a másik felén nagyon hideg, de ugye átlagosan pont jó. Tehát ugye nem oszlik el a hő, ahol éppen megsüti a napot nagyon meleg van, ahol nem süti meg ott nagyon hideg, de ugye átlagosan egyébként pont annyi, mint a Föld. Ide be kell szúrnom, hogy kedves gyerekek, a múlt pénteken megjelent a YouTube-on az Atomchill előadásom, amit részben erről tartottam, úgyhogy nyugodtan megnézheti, ha valakit érdekel. Az a címe, hogy milyen atomoktól a csillagokig egyébként az Atomchill, az jó pofa ismeretterjesztő előadások szoktak lenni, amiket az ELTE szervez. Most a szénszünet miatt az Eötvös József gimiben tartották, és amiről én beszéltem, pont ilyen albedós, átlaghőmérsékletes, meg üvegházhatásos dolgokról. Na, pontosan. Na, Anna, az volt a címe, hogy a Föld a jövő Vénusza. Amúgy kiderül, hogy nem. Spoiler. De mindegy. Hát. Vagy aztán 1 milliárd év múlva mégis. De... Hát legalább. Na jó, oké, szóval ez csak egy kis kulturális programra álló volt. Na igen, szóval ott lehet ilyesmikről felokosodni, hogy átlag hőmérsékletek, fényvisszaverő képességek, meg hogy miért van mennyire meleg melyik bolygón. Na, pontosan, de itt az első legegyszerűbb modell még nem is az, hogy mennyire van meleg vagy hideg, hanem az, hogy ez a hő ez mondjuk jól eloszlik, vagy nem oszlik el. Ugye a Földön oké, mondjuk azt, hogy estén fel kell venni egy kabátot, miközben nappal még pólóba lehet mászkálni, de azért úgy abszúskán ez nem egy olyan nagy különbség, mint az, hogy a Holdon nappal van mondjuk plusz 120 fok éjszaka, meg mínusz 130, tehát körülbelül nem tudom mik a számok, de biztos jobban tudod. Nagyságrendileg úgy nagyjából jó. De úgy átlagosan ugye plusz 100, meg mínusz 100-nak az átlag az úgy pont egész kellemes is lehet. Tehát azért ki van ezt találva. Na mindegy, szóval, hogyha ezt így megnézzük ezeket a dolgokat, akkor az első bolyóknál hát valóban hát ilyen több ezer fok. Tehát mit tudom én, ami már úgy 2000 foknál hűvösebb volt, az egész hideg van itt. Tehát ez körülbelül már így tekintettünk annó hát az már az is lassan ilyen 20 éves sztori az első fedési egzobolygók felfedezésénél. Hát igen, itt azért úgy meleg van, de hogyha már mondjuk 1500-2000 foknál hűvösebb, akkor az már elég jó. Na és hát ugye az kérdés, hogy hogyan tudjuk azt megcsinálni, hogy akár ilyen vagy, akár olyan módszerrel, de minél hosszabb periódust kimutassunk, és így van esélye annak, hogy a bolygó az így nem fő meg. Vagy a bolygón lakó UFO-k nem főnek meg. Tehát ugye ez azért mindig is egy érdekes kérdés volt. Hát ugye még a mai napig ugye ritkaságszámban megy, lásd pont ez a felfedezés, az egy olyan bolygó, ami egész hasonlít a Földhöz, és még a hőmérséklet is elég jó, de hát már ilyen 30 plusz évvel ezelőtt is írtak olyan cikkeket, hogy mi is az a lakhatózóna, meg hogy is lehet definiálni. Még nagyon messze voltunk a felfedezéstől, de azért kiszámolni ki lehet. És akkor kiderül az, hogy pont az a lakhatózóna, ami pont olyasmi, mint a naprendszer, kivéve amikor nem. Ugye a kivéve, amikor nem ott lehet gondolni az én egzotikus dolgokra, mit tudom én, az Európa, meg az Európa a jégfelszín alatti óceánok, amit a Jupiter izéje felfűt, mi ez árapályhatása. Árapályfűtés. Tehát, hogy ilyesmikre is lehet gondolni, de most maradjunk az egyszerű, lerakunk egy követ, és megnézzük, hogy milyen meleg van eseteknél. És hát ugye a technikát, hát ugye nyilván azért összönözte az emberiséget, a csillagász társadalmat, asztrofizikusokat, mérnököket, minden, hogy azért ezt kicsit toljuk már ki, mert oké, hogy így pár nap, és akkor megfő, és akkor vicces, és akkor ilyenekből már ilyen százas
nagyságrendben ismertünk bolygókat, na de hogyan lehet ezt kitolni? És akkor ugye folytatódott, ugye mindkét felfedezési módszer az nagyjából úgy egyszerre lőtt ki, tehát akár ez a előre-hátra rángatja ugye a csillagnak a tömegközéppontját, és ezt megmérjük úgynevezett radiális sebességes módszerrel, ugye ez volt az egyik, a másik meg az, hogy keresünk fedéseket. Ugye a fedésekben az az érdekes, hogy ugyan egyszerű módszernek tűnik, viszont pont a síkba kell lennünk. Ha nem a síkba vagyunk, akkor az ugye ciki, mert akkor nem fed, akkor nem látunk semmit lényegében. Vannak közvetett módszerek, amivel ezt elő lehet segíteni, de ez ilyeneknek kimutatását, de ugye az első naív megközelítés, hogy hát azt azért viszonylag nehéz felfedezni. És ugye pont ez a ciki, mert hogyha megnézzük azt, hogyha közel tesszük le ezt a bolygót a csillaghoz, akkor az, hogy fed, annak azért nagy a valószínűsége. Hogyha távolabb tesszük le, akkor kisebb a valószínűsége. Olyannyira, hogy mondjuk a Föld meg a Jupiter esetén is van gyakorlatilag egy ötös szorzó a kettő között, és annak ellenére, hogy Jupiter az nagy, meg nehéz, meg sok fényt kitakar, annak ellenére, hogy az elfedi a napot, annak az esélye egyébként ilyen értelemben kisebb. De egyébként tök érdekes, hogy tegy, ezek ennyire közel keringenek a csillaghoz. Ennyire. Tényleg. Igen, mert ugye igen. Egyébként érdekes, hogy pont amikor készültem erre az atomcsírre, akkor döbbentem meg azon a tényen, hogy mi a francér olyan ritka, például a Vénusz átvonulás nevű jelenség. Ugye pont az, hogy pont a nap előtt elmegy a Vénusz, tehát lényegében egy fedést megfigyelünk a saját naprendszerünkön belül. Ugyanúgy hívják. És ez azért rohadtul ritka, mert tényleg ugye a naprendszer az majdnem sík, de nem. De nem, de pont annyira nem. Picit pár fokos szögben elhajlik a Vénusz pályája a Föld kerülés. Hát a Merkur átvonulás azért viszonylag gyakrabban van. Igen. Ugye mindkét dolog. Pont ezek miatt, mert ugye nem 180 valahány nap alatt kerüli meg, vagy nem tudom már mennyi a Vénusz. Inkább 200 valamennyi, hanem helyette ugye csak 88. 220 valami. Hanem helyette csak 88, tehát az is segíti, meg az is, hogy hiába még nagyobb is a pálya elhajlása, azért az segít az, hogy közelebb van a naphoz. Egyszerűen ilyen geometriai okokból ott a valószínűség, valószínűség az nagyobb, és azért Merkur átvonulása nem is minden évben, de minden második, harmadik évben azért akad. Vénusz átvonulás, az mikor lesz legközelebb? 2150 ja, ilyesmi, valamiben. Igen, hát az, igen. Az úgy addig még úgy várni mi kell. Mi láttunk egyet. És mi láttunk? Kettőt is. Nem, az egyiket szerintem nem figyeltem, de hát igény ez az lett volna rá, na, meg lehetőség is. Na, tehát akkor ugyanezen dolgok miatt, ugye ez valójában egy nagyon szép technikai, mérnöki, stb. Kihívás, hogy olyan műszereket építsünk, amire ezt meg lehet figyelni. És akkor itt jön az, hogy oké, persze, ugye kezdetben vala ezeket ugye Földről keresték, de hogyha úgy stabilan rá akar nézni az ember egy csillagra, akkor nem árt, hogyha hetekig, hónapokig, évekig stíröli azt az egy csillagot, hogy na akkor hátha. Mert ugye a Föld esetén is, ugye Jupiter az ugye 12 év, nem tudja, azt biztosan ki akarjuk mutatni, akkor mondom, ilyen 20-30-40 évig is kéne várni. Ugye a Föld esetén nem annyira durva, mert hogyha azt mondjuk, hogy hát legyen mondjuk 3-4 fedés, amit ki akarunk mutatni, akkor pont 3-4 évig kéne várni. Az még egész vállalható, mit tudom, egy pályázati beszámolóba is, tehát ugye csak hogy a valóságtól se rugaszkodjunk el annyira. Tehát az ugye egy viszonylag vállalható időintervallum. Na, és akkor ekkor jöttek az ötletek, hogy noszállt, akkor ezeket a fedési bolygókat kereső távcsöveket tegyük ki az űrbe, és akkor nem csak sima távcső lesz belőle, hanem űrtávcső, és akkor innen jött a Kepler és a TESS-nek az ötlete is. Na, várjál, az, hogy fönn van az űrbe, az egyszerűen csak azért jó, mert folyamatosan tudsz nézni egy irányba. Hát egyrészt, ebben azt a igen, ugye nincs nappal éjszaka, igen. Az is segít, értem. Meg maga a műszer az jobban stabilizálható, hogyha ügyesek vagyunk. Aha. És ugye a Keplernek az ötlete, hogy napszerű, naptípusú csillag körül keressünk földszerű bolygókat, az most a 80-as években. Műholdról legyen az műbolygó, mert ugye nem a Föld körül kering, tehát igen, nem hold. Igen. De hogy igen, Kepler űrtávcső, űreszköz, lehet műholdnak is, hogyha pongyolán akarunk. Nem. Az műbolygó, az műbolygó. Ugye annak az ötlet is már a 80-as években fölmerült, de hát mire lett belőle valami, az megint csak ilyen évtizedek kérdése, és ugye ez 2009-ben rajtolt, és egészen addig szuperül szolgáltatta ezeket a felfedezéseket, méréseket, amíg ugye ezt a bizonyos helyzetstabilizálást ugye tudták csinálni. Igen, az egy távcső árt. Az úgy ártani nem árt. Igen. Tehát ez 4 éven keresztül az úgy szépen. De az volt a csodálatos, szépen. Hogy még utána is kihoztak belőle adatot a srácok, amikor igen. billegett a távcső. Igen, csak olyan helyre kellett fordítani, ahol a sugárnyomásnak a
ez a billegtető hatása az pont viszonylag minimális volt. Az is tök jó projekt volt, sőt, ezt valamilyen módon még jobban is követtem. És akkor ezzel párhuzamosan, vagy egy párhuzamosan és vagy kicsit később indult a TESS, ami szintén hasonló eljárással, ugye fedésekkel akar bolygókat találni. Talál is, tehát ez teljesen jó. Viszont ott egy kicsit megváltoztatták a úgymond tudományos hátterét. Ugye azt mondják, hogy oké, ez nagyon szuper, hogyha veszünk napszerű csillagokat, és arra leteszünk egy földszerű bolygót, tehát pont olyan naprendszer analógokat akarunk keresni, mint a naprendszer, mármint, hogy igen, olyan bolygórendszereket akarunk keresni, olyan, mint a naprendszer, avagy naprendszer analóg rendszereket akarunk keresni. Igen, jó bonyolult mondatok ezek. Hanem azt mondják, hogy legyenek a csillagok kicsit kisebbek, kicsit halványabbak, kicsit vörösebbek, mert hogyha egy ilyen csillag köré teszünk le egy bolygót, ami mondjuk lehet ugyanakkora, mint a Föld, akkor ez a bizonyos egyensúlyi hőmérséklet, az akkor lesz ilyen pont, hogy teszünk le egy bolygót, ami mondjuk lehet ugyanakkora, mint a Föld, akkor ez a bizonyos egyensúlyi hőmérséklet, az akkor lesz ilyen pont kellemes koratavaszi délután, hogyha nem egy év alatt kerüli meg a bolygó a csillagot, hanem mondjuk pont ez a 20-30 nap alatt. És hát 20-30 nap az mennyivel jobb már, mint az egy év, két év. És ez a mostani felfedezés is azt mondja, hogy egy M színképosztályú kis törpe körül. Tehát mi ez? Vörös törpe? Igen, vörös. Ezt így mondjuk? Igen. Vörös törpe körül. Tehát, hogy a csillagnak a felszíni hőmérséklet az nem ilyen 5-6000 fok, mint a napé, hanem mondjuk fele annyi. Ilyen csillagban egyébként rengeteg van, sőt, hát úgy nagyjából úgy a teljútrendszer 70% az ilyen, tehát ez az M-típusú csillag, ugye pont azért, mert hát kicsi sok van belőle, de ugye nem nagyon látszanak, mert halványak. Aha. Tehát ugye ez az egy nehezítés van vele, hogy oké, hogy nagyon szuperül lehetne bolygókat letenni köré, ezt még föl is tudnánk fedezni, csak hát halványak, és akkor hát pont az oké, hogy jó, hát ez nem kell évekig várni, az úgy teljesen rendben van, na de. És azért az látszik itt is, hogy azért ez fontos, hogy egy mérés nem mérés, tehát azért jó sokszor le kell mérni, hogy ez a mostani bejelentés, ez a pár nappal, egy-két hete történt bejelentés, ez a 700, ez a KOI 700, pont 700 szép kerek szám. 700E. Igen. Ez, de már a D meg ezeket már abban felfedezték. Igen, és az volt az érdekes, hogy a B meg a C az tényleg úgy közelebb kering a csillaghoz, a D az viszont távolabb. Aha, igen. És akkor az E az valahol a C és a D között van, ami úgy nem az ABC-ben, hanem konkrétan ennél a rendszernél. És ugye az is egy érdekes dolog, hogy az ember egy kicsit jobban megnézi a listát, hogy a TESS-nek valójában már több mint 6000 olyan jelöltje van, ami akár még bolygó is lehet. Annak a nagy részéről az a kiderül, hogy nem az, de hogy maga a jel, amit produkál, hogy így időnként néha egy kicsit csökken a fényessége, de az viszonylag periódikus, meg ilyesmi. Tehát ezeket viszonylag gyorsan bekatalogizálják, és kiadják a közösség számára, hogy akinek van távcsöve, aki ráér ilyenekre, az kezdjen egy kicsit utána mérni, hogy bebizonyosodjon, hogy ez tényleg bolygó-e, és hogyha tényleg bolygó, akkor próbáljunk meg egy kicsit megtudni többet róla. És ugye azért ez is jelenti azt, hogy oké, ez itt 6000 plusznál tartunk, most egész konkrétan 6026-nál az ilyen katalogizált érdekesnek, tehát tényleg egyszerűen csak ennyi az objektum listának neve, vagy érdekes objektumok. Ugye az TOI-ban is, ugye a TOI. Igen. Igen, de se gondoltam. Ez tényleg ez egy ilyen fél műanyag WC a szigeten. Igen. Ez az ugye TOI. TOI, igen. Ebbe az I az ugye az interest, tehát egyszerűen olyan objektum, ami valakit érdekelhet. És gyakorlatilag ennyi a kategorizás. Tehát nem az bolygó, O, azt gondolom, object, a tényleg object. Transit. Hát transit a TESS. Object of, igen, tehát azért rövid... Persze, ez a rövidítésnek a rövidítése. Aha. Így kell ezt csinálni. Tehát akkor végül is az összes TESS által felfedezett bolygót ezért aztán úgy hívják, hogy TOI. Hát így is hívhatják, így is. De aztán kiderül, hogy valami ismertebb csillag körül kering, akkor nyilván inkább úgy hivatkoznak rá, vagy kiderül, hogy nem annyira ismerte, akkor viszont tényleg csak egy ilyen katalóg, hosszú katalógus szám marad belőle. Ez nem az, hogy elnevezik aztán Mága Jennifernek, vagy mit tudom én, nem. Tehát nem valószínű. Ezeknek exobolygóknak még nem adnak úgy neveket, ugye? Nem, de állítólag biztos erre is van igény. Tehát Egy piacirés. Na jó, oké. Igen. Tehát, hogy a mostani lista az ugye több mint 6000, most jelentették be, tehát akkor az ember azt hinné, hogy ez biztos a TOI 6026
E lenne, de nem, ez a TOI 700E, ami ugye azt jelenti, hogy azt, hogyha egy időarányosan nézzük, azt mondjuk fél évvel a teszt indulása után már bejelentették, hogy na, az úgy körülbelül már úgy akár még ott is lehet, és ez valóban így is van, mert a TOI 700B-t azt már tényleg korábban bejelentették. Igen, most ez a tény, hogy itt azt mondja, hogy 28 naponta kerüli meg a csillagot, és miközben említettük már, meg hogy a TESZ az egy helyet 27 napig néz. Igen, és akkor pont ez nem, mondjuk pont. Ez azért megmagyarázza, hogy miért váratott eddig magára, nem? Ez a felfedezés. Gondolom, vagy igen. Hogy volt? Tehát többször vissza kell nézni. És többször vissza kell nézni, viszont vannak olyan égterületek, konkrétan pont a naprendszer síkjára merőlegesen fölfele meg lefele, ahol egész sok időt tölt. Aha. Konkrétan majdnem egy évet, és akkor szépen átfednek, így elforgatnak, ilyen virágszíromszerűen elforgatnak, és pont ahol átfed, Ott gyakorlatilag egy évig is tud mérni, utána megnézi ugyanezt az északi féltekén, aztán visszatér a déli féltekére, aztán megint az északi féltekére. Tehát ez is egy olyan felfedezés, amit mért majdnem egy évig, aztán utána megint majdnem egy évig. Na de ez az, hogy ez egy műhold, ugye? Tehát a TESZ az igen, na az mű, az nem műbolygó, ez műhold. Ez nem műbolygó, ez... De valami beteg pályán kell, hogy legyen ehhez nyilván, hát mert hogy a Föld ne takarja ki, csak nagyon-nagyon ritkán. Az nagyon beteg pályán kering, igen. Tehát ugye azt megszoktuk, ránézünk a naprendszerre, meg a Föld körül holdra, meg a Jupiter körül holdakra, ment az én klasszikus holdakra, meg ilyenek, akkor az úgy nagyjából egy síkban, nagyjából körpályán keringenek, ezt úgy nagyjából úgy sejtjük. Persze vannak olyan holdak Jupiter, Szaturnusz esetében, amik már messzebb, jóval messzebb vannak, kicsit elnyújt a pálya, kicsit jobban elhajlik, tehát kicsit már inkább ilyen körbeveszi, mint egy, hát nem is egy felhő, de valami ilyesmi hasonló módon hasonlónak látszó struktúrát láthatunk onnan. Na, ez a TESZ is egy olyan, hogy nem az, hogy így szépen leteszik a Föld köré, és akkor ott el van, hanem egy olyan pályán kering, ahol pont kétszer annyi keringést végez a Föld körül, mint a Hold. Uh-huh. Mármint a mi Holdunk. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy... 14 nap alatt teszett? Hát, 13 és fél 14 nap. Igen. Kicsit néha úgy, néha rövidebb, néha hosszabb, de csak ilyen pár tizednapos eltérés, tehát nem annyira ide. És pont azért, mert a Hold, mert a mi holdacskánk, az ugye segít stabilizálni a pályát. De hogy ez egy elnyújtott pálya, akkor ezt úgy képzelem el, ugye? Tehát ez igen. Ez akkor viszonylag... ennek kb. A teteje olyan magasan kell, hogy legyen, mint a Hold. Pontosan. Igen. Pontosan a Hold rakta föl erre a pályára. Aha. Igen, tehát oda küldték a Holdhoz, ott csinálta egy kis hintamanővert, és akkor már nem jött vissza a Földhöz, mint egy jól nevelt Apollo űrhajó, vagy Artemis. Vagy legutóbb ez az izé. Igen, tehát nem jött vissza, hanem úgy jó, közelebb jött, de azért nem annyira. Viszont amikor közelebb jön, akkor ezt föl lehet használni, arra mondjuk letöltjük az adatokat. Ugye amikor közelebb van a Földhöz, akkor a Föld az jobban zavar, tehát nem nagyon akarunk mérni cserébe, viszont könnyebb a rádiós cuccmányokat letudni akkor, és akkor rászánnak körülbelül egy fél napot, és akkor letöltik az adatokat. És akkor utána folytatja ezt a 13 napos keringést, és akkor úgy állították be az egész úgy mondják ezt szép magyar szóval, úgy az egész mérési ütemezést igen, az nagyon-nagyon jó. Ütemezést úgy állították be, hogy két keringést kell végezni ennek a jószágnak, ami egyébként ugye az előbbiek alapján pont egy hold keringés, tehát egy hold hónap, de nem úgy egy hónapod új holdtól új holdig, hanem a hold, amíg ugye ugyanazon csillag mögött el nem megy kétszer. Ugye az nem, ja. Ugye, igen. Mögöttet mondtam? Aha. Nem baj, az ritkábban fordul. Az már akkor már rég rossz. Igen. De igen. És az ugye kicsit kevesebb, mint egy hónap. Ugye 27 nap, annak a fele 13, és tehát teljesen jól kijön a matek. És akkor 27-28 napig bámul egy helyre, utána egy picit arrébb néz. Ugye ez a picit arrébb néz ugye azt jelenti, hogy most nézzünk úgy elfele, és várnánk mondjuk egy fél évet, akkor pont amerre ott eddig békésen lehetett nézni, ott fél év múlva pont ott lenne a nap. Tehát azért ez nem annyira magától értetődő, hogy hogyan alakítjuk ki ennek a műholdnak a pályáját. Egyébként ugye azokba az irányokba a legegyszerűbb nézni ilyen szempontból, ami pont a naprendszer síkára merőlegesen van, mert akkor bárhol is vagyunk éppen itt a Föld-nap körüli keringésben, bárhol is vagyunk éppen. Hát ott bizony előfordul, hogy belenézünk a napba, kivéve, hogyha pont fölfele vagy lefele nézünk. Látom, hogy van egy ilyen cuki kis galléria a cuccnak, mint annak idején a Kobe-nek, ha emlékszel, hogy igen, ilyen kb. 60 fokban vagy egy kub. Tehát egy kub. Tehát akkor lényegében a napnak hány fokos közelében nem nézhet?
Nagyjából úgy jós, nem? Tehát, hogy nagyjából 90. Nem az, hogy... 90. Igen. Igen, aha. 90. Aha. Tehát az a kényszer, de azért jobb, azért jobb a békesség, és van az mondjuk 120-130 aha. fok is. Aha. Tehát azért ez eléggé abba az irányba néz, mert pont nincs a nap. Azért ez ki van találva elég rendesen, viszont azokban az égterületekben, ahol, ami tényleg pont merülegesen fölfele vagy lefele van alattunk, oda viszonylag sokáig tud nézni. Ugye ezek viszonylag jó területek olyan szempontból, hogy a James Webb űrtávcső is arra tud sok megfigyelést végezni, ugye nyilván nem véletlenül, mert hogyha elkerüljük a naprendszer síkját, úgy viszonylag stabilan, akkor viszont az az irány, ami mindig elérhető marad, az pont a fölfele-lefele irány. És akkor ott emiatt könnyebben megtalálhatjuk ezeket a bolygókat. Ugye például Kepler is arra nézett az eredeti első 4 éves küldetésében, pont ugyanilyen okok miatt. És szerencsére ugye az van, hogy a Tejút rendszer síkja, tehát amerre a legtöbb síkja van, a legtöbb csillag van, és a naprendszer síkja is jó sok, az is majd, de milyen 60 fokot zár be egymással, hogy mennyit? Tehát elég nagyot. Elég igen, nagyot, tehát elég akkor nagyot, igazából igen. Az van, hogy szerencsére egyébként lehet úgy csinálni, hogy pont arra tudsz bazi sok csillagot is látni, igen. mindig tudsz nézni. Igen. Tehát ezek viszonylag csillagokban gazdag területek, azaz tényleg jó esélye lehet ott találni valamit. Na, de várjál csak, most nézzük meg azt a szálat is, hogy ebbe a test projektbe te hogy kerültél bele, és mit, és még egy kérdés, ami szerintem ezzel össze is kapcsolódik emlékeim szerint, de én már azt is elfelejtettem, hogy ezen a műholdon mi a túróért van ennyi kamera. Tehát, hogyha ránéz az ember erre a műholdra, akkor azt látja, hogy hát itt minimum megszámolok 4, ha ugyan nem 5 érzékelőt, vagy mint távcsövet, amik ugyanarra néznek. Vagyis én ezt így látom a műhold képén. Na, mutasd még egyszer, mire hát gondolsz? Hát, hogy van rajta itt N darab ilyen objekt. Négy, kerekszám, igen. Jó, csak az egyik olyan nagyobb volt, és mivel én olyan szerelőcsarnokos képet látok, amiben le van takarva, ezért olyan nem hát, hogy ne porosodjon. Nem árt. Nem, ez négy. Négy, de ez négy, miért, miért négy? Kamera. Ez az egyik kérdés, a másik meg az, hogy te mit keresel ebben a projektben? Az egy 4x6-ra nem volt pénz. Az úgy viszonylag... De jól emlékszem, hogy eredetileg olyan terv volt, hogy több lett volna. Igen. És az egyiket felraktátok aztán az MIT épületének a tetejére tesztelni igen, a földről, és az amúgy egy repülőkamera lett volna, csak végül nem volt rá pénz. Ugye volt valami ilyesmi? Nem, hát egy földi példányt azért úgy illik itt hagyni. Ja, és akkor berakták ugyanúgy egy termovákum kamrába, amin volt egy ablak, és az ablakon keresztül ki tudott látni, és voltak ilyen kísérletek, hogy igen, ki lehetett rakni a ház tetejére, és akkor ott látja a csillagos eget, és akkor ott már voltak képek. Ugye itt az is egy ilyen érdekes dolog, hogy De bocs, egyszerűen csak azért kell 4 kamera, hogy nagyobb égterületet le tudjatok fenni. Persze. De mi ugyanabban a hullámhoz tartományban. Persze, ez teljesen egyformák. Az ember ránéz a képbe, akkor nem is lehet hirtelen megmondani, hogy most ez melyik kamera sok közül. Az egyiken több csillag van, a másikon kevesebb. De ez hasonló logika, mint a telendület projektetben a rétszemtávcső. Lényegében igen. Csak igen, ami igen. Ugye a piszkés tetőn működik, és igen. Minden irányba egyszerre nézi az eget. Igen. Ez mondjuk nem minden... Csak itt annyi pénz. Viszont ez fönn van az űrben, az azért segít. Igen. És ez a 4 irány, ez úgy van, hogy nagyjából, hát nem nagyjából, egész pontosan egy síkban van, szóval maga a látómező az egy 24x96 fokos égterület, ugye 96 fok az sok, az már több, mint egy derékszög. Ja. Azért ugye elég szép, masszív terület. Ugye ez az égboltnak is lehet számolni, hogy hány százaléka, ami mindjárt gyors fejszámos, hogy 42.000 négyzetfok az égbolt, és 24x96 az meg, hát az olyan 2300, tehát az égboltnak az 5%-a durván. Ami azért ugye elég nagy, és hogyha megnézzük, hogy az égbolt fele ki van zárva, mert hogy arra van a nap, akkor már is sokkal jobb az arány, szóval azért nem olyan rossz ez. Nem olyan rossz ez az íz, sőt. És ugye pont ezért lehet sok egzobolygót felfedezni, hogy egyszer sokat néz. Látható tartomány. Hát igen. Most lehet mondani ezt ilyeneket, hogy közeli infra, meg ilyesmi, de az, hogy most ez ilyen 7-800 nanométert minek veszük, ugye maga a kamerarendszernek a szűrő az 600 és 1000 nanométer között enged át, ugye a 600 az még olyan kellemes. Az még simán látjuk, tehát az olyan kellemes. Tehát tilos rádióban 600 nanométeres a fal.
Az valami olyasmi. Bordó kárpit. Igen, igen, valami olyasmi. Ja. Még, sőt, ez lehet, hogy van ez 670-680-as is, igen. Aha. Na ja. De. Aha. Na, de hogy keveredtél bele? És közben, mivel, hogy mindjárt elütjük a háromnegyedet, akkor be lesz kapcsolva a telefon, és aztán a jó Isten irgalmazzon nekünk, úgyhogy még gyorsan kezd el elmondani azt, hogy kerültél bele a TESZ-be. Végül is azok a feladatok, amiket mi csináltunk, az arról szólt, vagy amiben én dolgoztam, az, hogy az első TESZ adatoknál nagyjából az volt a kérdés, hogy mit is lehet ebből kihozni. Uh-huh. Tehát ezt a minden műszernek, minden egyes űrtávcsőnek van egy ilyen, hát hosszabb, rövidebb időszaka, egy pár hónapos időszaka volt konkrétan a tesztnél, amikor tényleg azt néztek meg, hogy a műszernek maga hatásossága az milyen. Uh-huh. Ugye ezt úgy hívják, commissioning phase, ez most jó kérdés, uh-huh. hogy minek. Ugye a JWST-nél is volt ilyen, ez körülbelül egy fél év. Uh-huh. Tehát azért ez egy néhány hónapos idő szakasz, és ennek a feladataiban vettem részt én is. Úgy uh-huh. pont akkor voltam kint, amikor ezek... Úgyhogy ezt már akkor kezdték? Tehát ez még a doktorandusságod, a Harvard-i Nem. Ez később volt. Hát 5 évvel ezelőtt konkrétan. Azt igen. Persze. Hát akkor már fölment. Persze. Régebben kezdődött a bele... csatlakozásod, nem? Mert hát 5 éve már kb. Is tartolt a műhold. Persze, nem, előtte egy aha. pár évvel, igen, aha, igen, aha. igen, igen, igen. Na figyelj, úgyhogy... most még azt bekapcsoltam közben a telefon, tehát a 215-37-73-as adástelefonszám az él. Annyit még akartam arról mesélni egy icipicit, vagy hát te is elmesélted, de valaki mesélje el, hogy oké, hogy ezekről azt mondjuk, hogy ezek földszerű bolygók, ami azt jelenti, hogy a méretük alapján ami szinte egy érdekes kérdés, majd ezt is mindjárt megkérdezem, hogy honnan lehet megsatszolni a méretét, mert a keringési idejét értjük. De simán égi mechanikai okok miatt az, hogy ezek ilyen marha közel keringenek a csillagjukhoz, abból az is következik, hogy ők nagyon hasonlóan, mint a Hold a Föld körül, ők ugye kötött keringést végeznek. Így igaz. Ami azt jelenti, hogy hiába mondjuk azt, hogy az átlag hőmérséklete az olyan, mint egy kellemes tavaszi délután, de valójában ez ugye úgy van, hogy ezeket a bolygókat úgy kell elképzelni, hogy van egy oldala, ahol mindig nappal van, és egy másik oldala, ahol mindig éjszaka. Így igaz. Igen. Úgyhogy ezek érdekes világok, és szinte éppen miatt a megszorítás miatt, hogy csak a rövid keringési idejű bolygókat lehet felfedezni ilyen földszerű kategóriában legalábbis, hogy kb. Minden exobolygó, ami így szóba jön, beleértve rögtön a legközelebbi potenciálisan valamennyire esetleg lakható exobolygót, ami a legközelebbi csillag, a nap utáni legközelebbi csillag körül van, a Proxima Centauri B, ugye? Igen. Ez egy nevezetes példány, az is olyan, meg az összes ilyen, tehát ilyen kötött keringéses. Igen. Úgyhogy ezt el is kezdtünk most a laborban csinálni, ilyen játékkísérletet, hogy exobolygó kísérlet. Na. Ami úgy néz ki, mint a Föld, hogy ugye van nekünk a laborban ilyen, hogy modellezzünk légkörzést, forgatjuk, na de ezt most úgy forgatjuk, hogy az egyik forgatjuk. Oldalát mindig fűtjük, és a másikat mindig. Na. Na jó van, és akkor itt is van egy telefon, amit fölveszek, remélhetőleg, ha sikerül. Jó reggelt, szokolébresztő! Igen, Kábolj, az a baj, hogy közben nyomogatod a billentyűket. Várjál! És közben, most jó, csak ilyet hallottam, hogy tő. Igen, a fület, így igaz. De tökéletes. Most már hallunk. Igen, hogy én a magam részéről a vízöntő korszak kezdetét 1995. október 6-ára teszem, amikor a legelső exobolygót Svájcba bejelentik. Amit viszont még mondani akarok, hogy egy ilyen, hát ilyen nyakatekert indoklás, hogy esetleg mégiscsak ezek lakottak, és előbb vagy utóbb, de mind inkább előbb lesz nem galaktikus találkozás. Azzal indokolnám, hogy a szakkönyvtári rendszerben, az egyetemes tizedes osztályozásban van egy teljesen üres főcsoport, a 4-essel kezdődő. Hát szerintem, ha valami főcsoportra méltó, az a Földön kívüliek tudása. És akkor még magamat megcáfolom azzal, hogy a Peter Gabriel meg azt mondja, hogy hát az intelligens élet amúgy itt van közöttünk, igen, a kutyák és macskák formájában is. Úgyhogy csak így tovább, csillagos ég a határ. Sziasztok! Köszönjük szépen a megjegyzéseket, sziasztok! Ez az 1995. október 5, ez egy tényleg, ez egy ilyen, ez híres nevezetes exobolygó bejelentés volt?
gondolom, akkor ez lehet. Ki emlékszik arra? Hát már... ő emlékszik. Én már biztos, akkor, hogy nem. Akkor hallottuk, hogy akkor kezdődött a The Age of Aquarius. De az így minden második évben elkezdődik, nem? Ja, nem, az... de amúgy... Jó, hát februárban, ugye, de most itt nem erről van szó, ugye, hanem... Hanem egy másik vízöntőről több is ugye, van? Nem, hát ugye az van, hogy na most nem menjünk bele ebbe, mert aztán itt aztán kapunk, de hogy valahogy az van, hogy ugye a dinoszauruszok a galaxis túloldalán éltek, ugye? Ez egy ismert tény. Poloskoidokkal, meg a, nem, úgy meg értem, a, hogy, meg hogy, a májas urkoidokkal, vagy micsoda? Nem, azt akarom, azért mondom, a mi dinoszauruszaink a galaxis túlsó oldalán éltek, ugyanis a Föld az ugye a naprendszerrel együtt kering, ja, a, úgy, kering ja, a galaxis ja, középpontja ja, körül. Isten. Igen. Korábban még ez. Ehhez nem lehet elég későn. Ilyen de mi, szóval az, hogy ugye igen, a naprendszer kering a tejútrendszer középpontja körül, és akkor valahogy ezzel 60-as években összefüggésbe hozták azt, hogy most melyik nagy korszak van, tudod, a naprendszer keringési. De tudod, ez a hippi korszaknak egy ilyen szép kulturális terméke. Igen, ott is azért mondom, hogy ez a vízöntő az így akad néhány évente hát, ezek szerint. Ja. Hát igen, de itt ezek szerint ilyen több millió éves skálán mondják, hogy amikor a hippikorszak az több millió nem, millió hát éve nem, volt. Ez az ötlet, hogy felosztják a galaxis körüli keringési időnket felosztják N szektorra, és abból az egyiket hívják úgy. Ez nem tudom, hogy az állatövi csillagképhez, ami nyilván velünk együtt megy körbe. De az akkor egy ilyen vízöntő korszak az eltart még 20 millió évig, nem? Igen. Jó, akkor ráérünk még. Jó van, oké. Na de, ez a minden izé ellenére, ez itt nem a Tilos Rádió. Bár most nagyon úgy csinálunk, mintha mi az asztrológia műsor lennénk, de hát ez nem értünk. Hülyék vagyunk ehhez. Úgyhogy nyilván. Ezért aztán vissza az exobolygókhoz. Na tessék, látod? Mondtam, hogy izé ne vágjuk magunk alatt a katedrát, mert izé... Haló? Szokolébresztő. Tisztáznám röviden, a precesszióval függ össze, a tavaszpontnak a vándorlásával, és 25 ezer valahány év, de a lényeg az, hogy 12-szer 2160 év egy világhónap, 72 emberi év egy világnap, amúgy meg aki jó tollú szerzőtől akar erről olvasni, Baktai Ervin a Csillagfejtés könyve végén egy 20-30... Jaj, a legendás Baktai Ervin. Na jó, akkor ezek szerint semmi köze... Végtelenül sokoldalú igen. Isteni Baktai, igen. Igen, akkor ezek szerint semmi köze a galaxis körüli keringés időnköz. Tehát ez nekem egy teljesen téves kapcsolás volt. Igen, azért az a 20 millió év azért az úgy sok. Több az. Tehát azt mondom, a dínók laktak a túloldalon. Én úgy emlékszem, inkább 200 millió éve keringés. Mindjárt kiszámolom. Nem, most leosztottam 12-vel, hogy ilyen hiperűrgalaktikus hónap legyen belőle. Igen, a precesszió az teljesen oké, okay, igen. Az csak 2000 év, az félából is kibírjuk. Ez így van. Az utolsó jégkorszak vége, aztán az kb. 10 000 éve volt a mai tudomány szerint. Igen, nagyságrendileg. Ebben sem vagyok tök biztos, de én egyszer utána néztem, hogy a zsidó időszámítás, tehát hogy a 6000 év, az meg az írásbeliség megjelenésével esik egybe. És az meg a pénzzel is valamennyire egybe esik, de hát igen. Ki tudja mi és hogyan. Hát, nagyon szépen köszönjük a tisztázást. Igen, egyébként egy kicsit ebben bíztam, meg rettegtem is tőle, hogy nyilván mondok valami ordas nagy hülyeséget. Most egyébként nem az volt a hülyeség, amit a galaxis körüli keringési időről mondtuk. Ezt teljesen jól tudtuk. Hanem az. Meg le is tudtuk osztani 12-vel. Így van, meg ez is sikerült, csak kiderült, hogy baromira nem erről van szó, hanem a precesszióról. Hát igen, az a precessziós nagyságrend. Ez megvárható. Hát az két félában is kibírjuk, persze. Szinte megvárható. Hát, hogy az, igen, hogy az érdekes belegondolni, hogy amikor a piramisokat építették, akkor még baromira nem a sarkcsillag felé mutatott a... Mármint az éjszak, vagy mi? Nem szóval... arra volt, igen. Igen. Na jól van, oké. Hát, és tényleg 1995. október 6 közben kipuskáztam az internetekből, persze, így igaz. Nem akárkik telefonálnak be ide. Persze, tehát, tök jó. Na, tök jó. Ez az, azt mondom, hogy ez a kollektív műsorszerkesztés öröm, mert egyszerűen csak azért és van... És milyen büszke vagyok, tudtam, hogy 1995, ez zseniális. Aha. Igen. Hát engem akkor kapcsoltak be.
így űrkutatásilag. Ugye akkor 10 éves voltam, jaj, és akkor igen. Megnéztük apukámmal az Apollo 13-at a moziba, 95. november 4-én. És hát akkor onnantól lett, onnantól akkor romlott el végleg. Határozott jó napot kívánás lehetett. És igen. De egyébként még egy szó arról, hogy nem is sokkal utána, még a 90-es években emlékszem, hogy volt egy vaklárma felfedezés arról, hogy a Hubble űrtávcsőről egy ideig azt hitték, hogy felfedeztek direkten egy exobolygót, tehát egy képet. Tehát egy olyan, igen, közvetlen leképezés. Tehát ugye ez is egy módszer, amivel még lehetne hosszabb idejű bolygókat keresni, és azóta már tényleg van egy-két ilyen. Persze, találtak tehát már ilyen. Le lehet fényképezni már egyik-másik exobolygót, és emiatt aztán engem baromira érdekelne egy ilyen bézi gondolatmenettel visszafele végigvitt stratégia, hogy oké, hogy nyilván ez a mérési torzítás, hogy például a Tesszel és barátaival csak az ilyen rövid keringési idejű cuccokat lehet felfedezni. Nagyon rövid. A mi naprendszerünk meg baromira nem ilyen. És akkor a kérdés az, hogy vajon ezek szerint meg tudjuk-e satszolni, hogy ilyen extrém eloszlást látunk tulajdonképpen, mert a legrövidebb periódus idejű eseteket látjuk, amik valahol klinikai esetek, hiába van belőle 700, vagy 1000, vagy nem tudom. A Kepler nem tudom hány bolygónál tart, de ezres nagyságra. Hát ez is több ezer, igen, igen. 3-4 ezernél. Tehát, hogy igen, rengeteg ilyen van, de mindegyik olyan értelemben klinikai esetnek tűnik a mi naprendszerünkhöz képest, hogyha a kopernikuszi elvből indulunk ki, hogy mi egy tök átlagos hely vagyunk. Most ez a kérdés, hogy vajon erre van-e már tipp ezek alapján, hogy visszafele gondolkozva, hogy vajon milyen lehet egy átlagos naprendszer, tudván tudva azt, hogy amit mi meg tudunk vizsgálni, az csak az extrém eloszlás, és abból ugye az anya eloszlást, a parent distribution-t kéne rekonstruálni. Ezt nagyon jó lenne megnézni, mondjuk 20 évre vissza meg, mert akkor is számolgattak ilyeneket, hogy milyen lehet, amikor még nagyon keveset ismertek, és az nagyon volt torzítva. Aha. De hogy milyen ide, és azóta már többet ismerünk, és az már kevésbé van eltorzítva, köszönhetően a Kepler tesz űrtávcsöveknek, amikor az már jóval kevésbé torzítják el a becslést, pont emiatt, mert hogy kényelmesen, sokáig, ráérősen tudnak felfedezni ilyen rendszereket. És akkor érdekes, mert ugye azok a jóslatok mennyire jöttek be. Ez egy ilyen érdekes téma, mert ilyeneket folyamatosan csinálnak statisztikai, tehát tök jó, mert ez az egyetlen dolog, amit csinálhatsz valójában. Hát igen. Mert ugye a másik irányból most pont ez a közvetlen leképezés, hát ott meg viszont pont az van, nem az, hogy néhány nap, hanem ilyen több száz csillagászati egység, meg ilyen távolságokról beszélünk, amikor hát ott van valami messzeségben valami, de hogy az elmozduljon egyáltalán, hát oda is nagyon sokat kell várni, pont, vagy ahhoz is nagyon sokat kell várni. Szóval azért mondom, ez egy kicsit ilyen érdekes téma, tehát pont ez az átlag. Uh-huh. És hogyha azt mondjuk, hogy a naprendszer az átlagos, már itt vagyunk, kényelmesen el vagyunk, oké, hát biztos ez egy átlagos rendszer. Lehet, de simán lehet, hogy nem. Persze. Simán lehet, hogy nem. Igen. Meg hát ugye voltak ezek az elméletek ugye kezdetben, valamikor ezeket a naphoz, vagy hát a csillaghoz nagyon közeli bolygókat felfedezték, hogy ez lehet, hogy nem is bolygó, hanem valami szétfújt csillag maradvány. Barna törpe maradvány, vagy ilyen kettős csillag elfejlődött végállapotának valamilyen nagyon érdekes kombináció. Tehát ott nagyon sok minden fölmerült. Ja, ezt akartam is kérdezni, és már 3 perc maradt, és ez ideig is kapcsolódik, hogy ez például honnan lehet tudni, hogy ez a bolygó az földméretű? Tehát a méretére vonatkozó becslés. Hát ezzel kezdtük, akkor még ennyire korán volt. Hát, hogy hány százalékát takar, mennyivel csökken a fényesség. Na jó, okay. Gyököt vonz belőle, és kész. Jó, ennyi. Persze, ennyi. Jó. 1%-ot csökken, csak úgy ezek a csillagok kicsik. Igen. Tehát ott nem az van, hogyha mondjuk 10%-ot, vagy mi 1%-ot csökken a fényesség, akkor, mint a Jupiter, mert a Jupiter az pont 1%-ot vesz ki a nap fényéből, hogyha éppen igen, persze, ez világos. Hanem akkor kiderül, hogy ez tényleg inkább ilyen föld, vagy ilyen föld méret is lehet simán már egy 1%-os fedésnél, ha a csillag annyira pici. Igen. Mondjuk egy frontális fedést feltételezünk, és nem az, hogy éppen súrolja mindegy, de azért nagyon ritka. Az ritka. Az ritka. Tényleg elhanyagolós. Ja, csak próbáltam menteni a helyzetet. Ne, sima ügy. Rég volt, igaz se volt, korán volt, akkor még korábban volt. Meg aztán még teljesen Claudia-s feelingben voltam. Na igen. Szóval, igen. Hát, kemény világ. Igen. De ez az érdekes téma, ugye ez az egész. Exobolygászat. Hát ne, az is érdekes, de hogy ezen belül ez a oké, hogy keresünk, meg felfedezünk valamit, de az mennyire reprezentatív, az mennyire fedi a valóságot. Hát mondjuk gondoljunk bele, hogy ismerünk, mit tudom, egy ezres nagyságrendben, így már több ezres nagyságrendben, ugye fedési exobolygórendszereket, oké, szuper, de hogyha belegondolsz, hogy ezek mind olyan rendszerek, hogy pont beleálltunk a síkjába, és azért milyen kicsi esély, hogy pont belelátunk a síkjába, akkor ezekből mennyi lehet? Uh-huh. Meg ugye ott van az is, hogy vannak olyan
jelensége. Na ezt még relatíve könnyű megtippelni. Igen, igen, tehát van egy ilyen nagyon egyszerű fizika, hogy veszel két csillagot, ami körülbelül úgy helyel közel egyforma, vagy egyik kicsit nagyobb, mint a másik, azok is keringhetnek egymás körül, azok is fedhetnek, tehát ez teljesen normális. Ugye a második változó csillag, amit az emberiség fölismert, ugye az Algol, ez known as démon csillag, az is ugye pont azért hívták démon csillag, mert néha úgy pislákolt, és akkor a fényesség az lecsökkent így a harmadára kb. De pont az azért, mert Algol, az valami arabusul, azt jelenti, hogy még az sem kizárt. Igen. És nem biztos, de nem is kizárható, meg lehet nézni gyorsan az internetekben. Tehát nem is az, hanem hogy veszel két csillagot, és akkor oda teszel mellé egy harmadikat, ami jóval fényesebb, mint ez a kettő együtt, és akkor az a jel, amit az teljes egész rendszerről látsz, az pont nagyon hasonlíthat egy fedési bolygó fénygörbéjéhez. Tehát azért itt nagyon benne van a pakliban az, hogy te felfedezel valamit, ami egész úgy néz ki, hogy, és akkor kiderül, hogy dehogy. Tehát ezért is van ennyi. 9:59:44 másodperckor jött egy telefon, amit 13 másodperc alatt fogunk elintézni. Szokolébresztő, utolsó... Jó reggelt! Jó reggelt! Az uraknak, és köszönjük a műsort, hogy van. Na, hogy van egy kicsit ilyen egyszerű gondolkodás, hogy a Marsra, ha elmegyünk mi, tehát már nem mi, hanem az ember, akkor a visszaút az sokkal nehezebb lesz, mint az odaút. Ez így van, igen. Nehéz felszállni a Marsra, mert oda kell vinni egy csomó cuccot. Igen, de nem az, hanem, hogy azt már tudják, hogy az a... Tehát az odaút az meddig tart körülbelül? Tehát a pályája válogatja. Tudják, hogy az a... Tehát az odaút az meddig tart körülbelül? Tehát a pályája válogatja, de mondjuk, hogy minimum fél év. Több 10 hónap mondjuk. Csak mondta valami. Ezek a súlytalansági kísérletek, amik a föld körül zajlanak, vagy zajlottak már... Van annyi biológiai vagy fiziológiai tapasztalat, hogy... Súlytalanságra van, ami egy érdekes kérdés, az a kozmikus sugárzás, mert az itt az alacsony földkörüli pályán nem olyan erős, mint odakinn a nyílt naprendszerben. De szigeteléssel megoldható? Elvileg igen. Igen. Aha, tehát akkor mondjuk itt a technológia az adott. Az nagyja, ez a része. Na, és igen. A másik kérdésem, hogy ami nagyon fontos, mert nem vagyok képbe teljesen, hogy a Marsnak a felszíne alatt közvetlenül mondjuk egy ilyen 200 méterig, ugye, hogy tudják-e azt, hogy milyen szerkezetű? Nem. Részben igen, részben nem. Lett volna egy jó kis hőáramlásmérő, amit lefúrta volna magát a Marsban néhány évvel ezelőtt, de sajnos megakadt a felső néhány 10 centiméteren, úgyhogy csak közvetlett adatok vannak a Mars belsejének a szerkezetéről, mert például volt egy kitűnően 5 éven keresztül működő szeizmométer a Marson, tehát egy rengésmérő, és abból ki lehet okoskodni ezt-azt, de azért még ott nagyon sok a nyitott kérdés. És talajmechanikai vizsgálatot csinált valamilyen gép? Hát valami olyasmit, hogy milyen a szerkezet? Valamennyire igen, de ez még elég kezdetleges sajnos emiatt. Tehát például rálép egy ember, és nem fog térdig belesülni. Nem, azt lehet tudni, nem. Persze, itt azért ilyen tonnányi méretű guruló cuccok mászkálnak a Marson, úgyhogy azt nagy biztonsággal lehet említeni. De hát ott is helye válogatja, a Marsnak nagyon változatos a felszíne. Jaj, sajnos véget ért az adásidő, úgyhogy folyt köv. Hogy ezek, hogy most elmegyünk itt több fényévre, meg mi van ott, meg milyen exobolygó, vagy nem exo, szóval nekem izgalmasabb, hogy 228 millióra mi van több. Na, jaj, igen, persze. Az nem haragudtok, annyira jól, persze. Dehogy is, sőt, hát arról is rengeteget szoktunk beszélgetni. Kézzel fogható realitás van, akkor ezt nem cáfoltátok, tehát valószínű így van. Persze. És azért ez egy izgalmas kérdés. É, abszolút, hát igen, mi sem mindig exobolygókkal foglalkozunk. Meg lehet, hogy megyünk a Holdra megint, vagy tényleg? É, abszolút. De ez mind kiderül a szokolébresztő archívumból. Jó egészséget nektek, köszönjük a műsor. Pánikszerűen elhagyjuk a stúdiót, mert már... Jó, vigyázzatok magatokra azért. Köszönöm. Itt jó. Még lehet pánik, de kinne legyen. Sziasztok. Rendben, köszönöm, sziasztok. Nagyon jó. Oké, tehát egy élmény volt. Köszönöm szépen Pál Andrisnak a részvételt. Jó napot, jó hetet kívánok mindenkinek. 2 hét múlva is lesz szokolébresztő. Most azonban berekesztjük a diszkussziót. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.